Most fogunk negyedjére belevágni a Heart of Stone-os kalandba, mióta kint van a Next Gen Update. És hát éppen egy betörést szervezünk. A Borsodi Ház megszerzésén ügyködünk. Itt tart jelenleg a kalandunk az első kiegészítőben. Kíváncsi vagyok, hogy most meddig jutunk. Már vártam, hogy vicserezzünk. Sajnos a Witcher is áldozatául esett a nagy Diablo négyezéseknek, úgyhogy ezért is volt ekkora szünet a mostani és az előző rész között. De most már itt vagyok, nyomjuk, és végigjátsszuk. Remélhetőleg június végén már a Blood and Wine-t fogjuk csapatni. Ez az elvonó kúra. Nem lehet mindig diablózni. Fish. Szóval, a Szezámtároly küldetést csináljuk. Olgiárd kérései meglehetősen szokatlanok voltak. Az egyik kívánsága az volt, hogy Geralt hozzá neki Maximilian Borsodi házát. Nem támasztotta alá a kérését olyan kulcsinformációkkal, hogy hol is található ez a ház, vagy hogy miként szállíthatná le neki a Witcher az említett ingatlant. Geralt csak annyit tudott, hogy az első állomása Oxenfurt kell, hogy legyen, a város, ahová a borsodik világhírű aukciós házukat költöztették. Horst Borsodi szikrányi vendégszeretetet sem mutatott, Geraltot leplezetlen megvetéssel üdvözölte, de aztán meghalván, hogy a Witcher Maximilian Borsodi házaért jött, egyszerűen kidobatta a csatornába. Geralt még javába összeszedte magát, amikor felfedezte, hogy egy különös ember vár rá ott. Olyan valaki, aki segített neki teljesíteni Olgiárd kívánságát. A titokzatos idegen felfedte, hogy éppen a borsodik aukciós házát tervezi kirabolni. Megesküdött rá, hogy Geralt megtalálja Maximilian házát odabent, bármilyen lehetetlennek hangozzék is. Először azonban a Witchernek segítenie kellett összeverbúválni egy teljes betörő csapatot, 7 próbás profikból, és módot kellett találnia, hogy meggyengítse a redáni őrséget. Noha Geralt általában igyekezett törvénytisztelő életet élni, ez alkalommal nem volt más választása, bele kellett egyeznie, hogy segít ebben a bűnös vállalkozásban. Úgyhogy jelenleg ennél a küldetésnél tartunk, kiválasztottuk a számunkra szimpatikus arcokat, megbeszéltük, hogy itassák le a redáni őrséget is, úgyhogy minden készen áll arra, hogy megtörténjen a betörés. Próbálom a Final Fantasy 16 demót, vagy kivered a full game-et az helyzet Revanton. Én néztem róla a gameplayt, néztem a bejelentést is, és nálam az felejtős. A Final Fantasy. Lehet, hogy örök rá, lehet, hogy majd egyszer. Ja. Nem az én stílusom. Nincs vele semmi gond a Final Fantasy-kkal, de nem az én stílusom. És így is basszus, annyi játék van, úgyhogy meg kell válogatnom, hogy mivel játszok. Szia, Fumi Rossi! Üdv mindenkinek! Ja, kinek mi. Semmi gond, nyugodtan kérdezzetek, srácok, nincs ebből probléma. Szóval most éppen a hervalista kunyhójához tartunk, mindjárt nekiállunk ügetni is. Komolyan hiányzott a Witcher, Konix? Ezt nem gondoltam, hogy valaki leírját, hogy hiányzott neki a Witcher.
Nem, ezt most komolyan mondom. Nézzük, és ne... És akkor, ja, le kell menjünk, oké. Azt hittem, hogy a herbalista kunyhója a mögé kell menni, de nem. And Countess Yvonne of Lanexeter's necklace. Kis nagycsád fújta meg. Itt már a csapat összeült. Végre mindenki itt van, ideje belevágni. Ez nem tréfa, hanem valódi rablás. Tehát ha bárkinek bármilyen kétsége van, itt az alkalom, hogy távozzon, később már nem fog menni. A Borsodi család aukciósházán a kincstára, a célpontunk. Evelina a tornyon keresztül mész be, miután a járőr befordul a sarkon. Ledobsz egy kötelet, 5 percen belül be kell jutnunk. Ennyi elég lesz? Még sok is. Remek, a toronyból megyünk át az aukciósházba. Bent nem lesznek örök, ha igaz. Ha mégis, Geralt Pengé megoldják a problémát. Aztán irány az alaksori kincstár. Quinto feltöri az árat, bemegyünk, felpakoljuk a szajrét és meglógunk hátul egy titkos folyosón át. Ennyit akartam mondani. Kérdés? Na. Bétert nincs? Mi lesz, ha valamit nagyon benézünk? All good and fine, except what if something goes wrong? Seriously, you're on your own. Mindenki boldogul, ahogy tud. Ennyi. Ebben a szakmában nincs barátság. Milyen a biztonság oda bent? Bármi, amire figyelnünk kell? Semmi veszélyes, a földszinten van a torony harangjának kötele. Ha azt meghúzzák, bajban vagyunk. Hogy akadályozzuk meg? Nem nyúlunk a kötélhez. Az aukciósházban jó eséllyel nem lesz senki. Nem számítok a komplikációkra. Mi a helyzet a kincstárral? Mi védi? Egyetlen ajtó. Neked nem okozhat gondot. Ha további problémák merülnek fel, majd rögtönzünk. Egyéb kérdés? Ha van titkos folyosó, miért nem azon megyünk be? Egyszerűbb volna. Jó kérdés, mi az akadálya? Minden folyosónak két vége van, ugye? Mint egy kötélnek. Én csak az egyik végének ismerem a helyét, az a kincstárban van, a másik valahol a város alatt, nem tudom, hogy hol. Remek. De esetleg... Ha meg tudnám találni, egyik ötökre sem lenne szükségem. Higgyétek el, próbáltam. Nem is egyszer. Még valami? Ó. Na nézzük. Vágjunk bele. Túl akarok rajta lenni, amilyen gyorsan csak lehet. A toronnyal szomszédos kapuboltal találkozunk. Mindenki győződje meg róla, hogy nem követik. Mi lenne, ha maszkot viselnénk? Ha köptök a városőrségnek, vagy elszóljátok magatokat egy ital mellett, kinyírlak titeket, saját kezűleg. Szerintem azonnal oda fogunk menni. Ja, mehetünk oda együtt. Ha annyira tartasz rá, hogy valakinek eljár a szára, akkor menjünk most. Kinek van kifogása, ki kér még időt? Akkor mehetünk. Erre a küldetésre egyáltalán nem emlékszem, srácok. Prima, csak egy őrjárat. Ez a te kis keveréket bejött. Evelina, készen állsz? Ez most komoly, hát persze.
Te emlékszel, Fish? Nekem ez egyáltalán nincs meg. 3, 2, 1. Tiszta a levegő, rajta! Az ilyen az Evelyn. Hogy nyomja a parkőrözéseket itt? A mászásokat. Ugye? Kurva szárnyas patkányok, mindent összeszarnak. Mi a szarógépek kúrognak, azt mondja. Az őrjárat visszafordult. Hogy nyomta a galamb hangot? Purr. Egy percünk van felmászni. Üdvözlégy, menítenem malasztal teljes, szabadíts meg. Szia, esebbad, szevasztok, sáncok. Csak egy galamb volt. Így van, csak egy galamb volt. Gerált, mekkorát ugrott. Emlékeim szerint biztosítottál minket, hogy nem lesz bent senki. A forrásom a jelek szerint tévedett? Ez minden, amit mondani tudsz. Kis ilyen a nyakamat törtem. Tudtad, mit kockáztatsz? Nincs időnk vitázni. Egyetértek. Már nincs visszaút. Végig kell csinálnunk, akárhogy lesz is. Nemes szavak. Egy őr sokkal többet is a nyakunkra hozhat. Jobb, ha előveszed a kardod. Senki sem hal meg. Megmondtam az elején. Fakarddal fogunk. Ja, és ehhez már az elejétől fogva volt magyar felirat alapból. Komika, úgyhogy tök menő. Ugye a CD Projektnél erre gondoltak, ahogy a Cyberpunknál is. Mindegy, fel a maszkot, aztán gyerünk. Ez itt, ha minden igaz, az új hold set rajtunk, úgyhogy abban nyomulunk. Az egyhez a szinkron az nem hivatalos, ha jól tudom. Ezek a levelek jó régiek, a felirat szerint is. A tárgy a Von E birtokról való. Árverésre kerül egy koronás kikiáltási áron. Nincs licit. Szerelmem, ne add fel! Van még egy hetünk, mielőtt hozzáadnak az Ofierihez. Kitalálok valamit, talán sikerül pénzt szereznem addig. Hát ha apádat meghagyják a könnyeim, vagy az istenek lesznek irgalmasak. Ha ők nem, az ördög biztosan. Ha más nem segít, berobbanok a templomba a rózsaablakon át, és elragadlak az oltár elől. Elmenekülünk valahová messze, a világ peremére, ahol senki nem talál ránk többé. Azt írod, szomorú vagy, én is érzem a súlyát, folyvást rád gondolok. Arra, hogyan ültünk a műhelybe hajnalig egy üvegbor mellett, arra, ahogy álmaink házát a padlót borító fűrészporba rajzoltad, ahogy a lábunkat áztattuk a kikötőben, te matrózdalokat gajdoltál, én meg csak nevettem és nevettem. Elalvás előtt és ébredéskor is megcsókoltam a medált, amiben a portrédat őrzöm. Esküszöm mindenre, ami szent, örökké együtt leszünk. Légy bátor! Szeretlek. A te ód. Ezt ugye Olgird írtam. Igaz szerelem volt. És mi ezt a helyet itt most kifosztjuk szépen. Már amennyire lehet. Lejjebb kell menni.
Juss be az aukciós ház pincébe, pincében a kincstárban. Nyomunk egy mentést. Egy gyors mentést. Tiszta a levegő, lekopogom. We shall raise the starting. Watch this. Őrség! Guards! Should have stayed in that. Maradtam volna abban a ketrecben. Kapta. A szerencsére lehet jeleket használni. Ugye ez most kedvező. Stop him! He's not to flee! Hát ez kellemetlen. Ez kellemetlen. Ez nem úgy ment, ahogy terveztük. Hát igen, ő nem fakarddal nyomta. Le a fegyvert, semmi esélyetek. Háromra bemegyünk. Egy, kettő. A közelebb jöttök, abból ember halál lesz. Már amúgy az van. Mit követeltek? Mit követeltek a túszok életért cserében? We have one demand. Pull back from the auction house. You know I cannot do that. You can, just not sure you want to. How about I help you decide, kill a hostage? Just do what they want. I beg you. Calm yourself. No one is. Nyugodj meg, jó uram. Senkinek nem esik baja, világos? Világos és egyszerű. Szedd össze a tiédet és menj. Aztán kiki boldogan él, míg meg nem hal. That is not an option. We must bargain. Tárgyalnunk kell, ki kell egyeznünk. Hozzatok egy kocsit, benfogott lovakkal. Sötét éjszaka van, honnan akarszak lenni nektek ilyenkor egy kocsit? Kuporsokat szívesebben hoznál? Ez nem tréfál. Mondasz valamit, el legyen kocsi, de miféle? Ideje lejönnötök. A kincstárnak ma van a nyílt napja. Tök mindegy, csak guruljon. Az, amelyikben Radovid a koronázására ment. Rendben, intézkedem, csak el kell engedned a túszokat. Hányat? Az összeset. Egyet elengedek most, a többit később. A többit majd akkor, ha megjön a kocsi. Igen, ez az első kiegészítő. De ha bármi gyanúsat tesztek, vagy akár csak Ferdén néztek ránk, kezdjük a nyakhazást, értve? Nyugalom, fertály órán belül hallani fogjátok a lovak prüszkölését. A városi istállóba, futó lépés! Húztuk az időt. Bocsi fiúk, muszáj lesznek nélkülem folytatotok. Through the vault.
There's a second. Van egy másik is, a kébény. Én kifélnék rajta. Azt nézem, hogy itt tudunk-e valamit lootalni. Próbáltuk húzni az időt. Itt mi a történet? Hát a tükörembernek segítünk teljesíteni Olgird kívánságait. Az egyik az az volt, hogy Olgird tesójának okozzunk egy jó estét, a másik pedig az, hogy hozzuk el neki a borsodi házat. Ez így a nagyon röviden, nagyon tömören. Az ár igazi mestermunka, két rugós netesz, hengeres betétek, dimetrium őrjelek. Nem érdekel, senki sem érdekel, bemegyünk, Geralt, te vezetsz. Miért én? Mert ezért vagy itt, mozdulj már, nincs időnk. Nincs más hátra, mint előre. Tudjátok mi a gond? Nem megy a... Ugye a setünk nem megy, mert nem az van rajtunk. Úgyhogy ez így egy kicsit nehezebb történet, de megoldjuk. Micsoda csapda volt itt. Nyomok egy mentést. Oké, le tudunk ugrani még egyszer? Arra kíváncsi, hogy van-e itt valami. Hát a loot az van ugye? A pókokból. És van a kötél is, amin fel tudunk menni. Oké. Hát, ezt semmiféleképp nem hagyjuk itt, srácok. Zafíros arany nyaklánc. Azt mondták, hogy adjuk fel, semmi esélyünk. Megkeresni a pótkulcsot. Hát itt rengeteg pia van. Lógni fogunk, azt mondják. Nem azt akartam nyomni. Nyugi Geralt, nem azt akartam nyomni. Hát ha már itt vagyunk, akkor nem hagyhatjuk itt ezeket a jó lótokat.
You don't know who you're fucking with. Fogalmat sincs, hogy kivel kezdtél. Elnekezelek, nagyon jól is tudom. Yult? Yult? Üdv, bátyó, de rég is volt. Ajjaj, probléma hátán. Tehát ő elvált a Borsodi. Azt mondjuk neki, hogy tudhattam volna. Ugyanazok a szemek, ugyanaz a toka, ugyanaz a romlott lélek. Csak egy kérdés, mi célt szolgál ez a családi összejövetel? Bosszú. Az árulásért, a sok év nyomorúságért és megalázásért. Apánk eredeti végakaratában rám hagyta az aukciós házat. Horst kisemmizett, kitagadott. Bármennyit kerestünk, te kártyán vagy kurvákra verted el, apánk nem látta át, mi lett belőled, én igen. Ez nem mentség, Horst, és nem fogja megóvni az életedet sem. Ti ketten, álljatok mellé, nem hagyom, hogy a redánok kezet emeljenek rátok, megkaptok bármi, ami kell. Nagyvonalú ajánlat, Horst, legyen, veled vagyok. Engem nem tudsz lekenyerezni, maradok Ivald, Evaldal. Nem szívesen avatkoznék a zaftos ügyeitekben. Na nézzük! Nézzük, mik vannak itt, milyen opciók. Tehát muszáj oldalt választani. Azt nézem, hogy van-e valami olyan opció, ami így érdekes lát. Mehetünk Horst mellé. Generous offer, Horst. Igazából nincs különbség. Micsoda? Hogy mered? Utálom, ha megvezetnek, ezzel kezdtem, ha emlékszel. Nem álltott volna komolyan venned. Nos, nehéz nem egyet értenem veled. Bocs, Ivald. Látod, mindenki ellenet fordult. Megint. És most már tényleg utoljára. Majd elválik, nem lesz sétagalop. Hogy pofán vágta, ez tetszett. Nézd, még a bűntársaid is ellened fordultak.
De én nem, a testvérem voltál, és az leszel mindig. Hajlandó vagyok megbocsájtani neked. Valóban. Egy feltétellel, hogy elismersz családfőként, és meghajolsz előttem. Talán be is dőlnék neked, ha nem ismernélek. De ismerlek, Evád, és tudom, hogy a rossz pénz nem vészel. Az helyzet már így is szétverte az arcát. Szegény Evádos. Mosdassátok meg és adjatok rá a temetéshez valami mutatósat. Eleget szényekezett már, szényekeztem már miatta. Azt hiszem az volt, ha beírva. Végre. Utánom a félbehagyott dolgokat. Beszélhetünk most már a jobb... Kiki viheti, amit akar. Hoppá. Akkor ennek a rubintos nyakéknek már toló igazdája van. Hát persze, a Witcher. Max Borsodi's house, whatever it is. Tekár csak dokumentumok, a vék akarat van benne, nem kerülhet illetéktelen a kezébe. Semmi pénzért. Semennyiért? Egész biztos? Gents, might I appeal to your sense of reason? Yes, Witcher. Meghalok a kell, de azokat a papírokat nem adom a kezedre. Mi sem egyszerűbb. Tehát lehetne... Tehát meg lehetne úgy is csinálni, hogy megegyezünk vele. Mi sem egyszerűbb. Egy élmény volt, hogy összehozhattalak a fivéreddel. Tájj mellém, a biztonsági főnököm leszel, a sok ezeres javadalommal. Csábító ajánlat. Szeretem a csábító ajánlatot. Igen, ez. Öld meg a Witchert. Na, és most gyakorlatilag mindenkit kiírtunk. Quinto bejegyzése megváltozott. Smaragdos ezüst nyaklánc volt a jutalom.
az helyzet. Mielőtt még meglógnánk, ki kell pakoljuk ezt a teljes széfet. Geralt már nem akar szaladni. Már ez nem így történt. Az könnyen lehet, mert itt sok kimenetel van, attól függően, hogy kit bérelünk fel, ki mellé állunk. Tehát, hogyha Quintót béreljük fel, és mellé állunk az Ivádnak, akkor már eleve kettejük ellen kell harcolni. Ofieri számszeri. Vipera mérgezent a acélkard. És akkor most mindent átnéztünk itt, hogyha minden igaz. Nem látok semmit se sárgálni. Ja, hát akkor megvagyunk, srácok. Rohadt gyertyák. A redánok mindjárt itt lesznek. Az az istenverte titkos folyosó. Vajon hol lehet? Igen, ez a rész nekem gyanús volt. Léghúzat a repedéseken át. A folyosó itt lesz. De hogyan nyitom ki? Ugye itt, hogyha nem... Tehát, hogyha nem hal meg mindegyik borsodi, akkor valamelyik ugye segít a kiutásban. A legjobbkor most, aztán tűnés. Nem tudunk futni. Meg vagyunk? Tehát, hogy betelt? Ja, 2.28, hát igen, akkor be vagyunk telve. Az a nagy alok, hogy hogyan kéne ezt befejezzük? Tényleg így? Vagy álljunk? Ez olyan béna befejezés szerintem, hogy mindenkit megölünk. Úgyhogy Evaldos mellé fogunk állni. Evaldos mellé fogunk állni, mert ez olyan semmi. Ez olyan béna ending. Szerintem nem tudom, ti hogy vagytok velem. Lógni fogunk ezért. Lógni.
You don't know who you're On the contrary. Yeah. Great. Magyarázattal tartozó nekünk Borsódia. Szávasztok, srácok. What's the point? Revenge. For which father left the... Anything. That's... You too. Így van, maradunk Joel Dahl. A desperate attempt at bribery going once, twice, thrice. No takers, no sale. Ez tetszett. Ez tetszett, amit mondott, Geralt. Ezért megfizetsz, Quinto. A fejeddel. Mizus mádik. Máshogy terveztem, úgyhogy ellopom a tekercseket és kiveláglak, mint macskát szarni. A bosszú idegen tálalva az igazi, mint tudjuk. De a forrón tálalják, azt sem bánom. Kegyelmes könyörgök, a testvéred vagyok, bármit megteszek. Tényleg? Bármit? Bármit? Írasd rám mindenedet, amit van. Sétálj ki innen abban a göncben, amit rajtad van. És próbálj úgy élni, ahogy nekem kellett élnem miattad. Csak egy dolgot hagyd vigyek magammal, kérlek, egy valamit. Tizenöt év a csatornában. Koldusként, mint az állat. És még van képed könyörögni. Ezek a borsodik nagyon szeretik szétverni a másik arcát. Nesze. Belenyomta a szájába. Szóval, most mi van? Elégedett vagy? Roppantul. Hát te. Nem, és nem leszek, míg meg nem találom Max Borsodi házát. Itt lesz valahol. Legalábbis azt mondtad. Mert így igaz. Abbott, de nem viheted el. Attól tartok. Tudod, ebben van apánk végakarata. A tekercs, amelynek köszönhetően az elveszettnek itt, Ivald Borsodi visszakapja a jogos sósát. És mit kap Riviai Geralt, aki megvezetett? Akit... Sajnálom, de választhatsz helyette bármi mást. Ne feszíts túl a hord, a végén még a fejedet választom. Sebesült vagy, kimerültél. Nem rosszak az esélyeim. Nem muszáj így végződnie, megegyezhetünk. I could drop you easily, but maybe I don't have to. We could try to figure this out. Nem hinném, hogy meg tudunk egyezni, mindkettőnknek Max háza kell. Nem egészen, neked csak a tartalma kell. Nekem elég a doboz. Ám legyen, pecsételjük meg az alkút készfogással. Ide a kurva házzal, aztán húzzunk innen. Na, hogy akarod? Erre.
Tehát keményített fa volt a lót egyébként. Na ez nekem ez az ending jobban tetszik. Mint hogy egyedül a világ ellen. Egy üvegcse. Na jó. Amúgy tényleg ez a quest ez egyáltalán nem rémlik. Úgyhogy ötletem sincs, hogy annó hogyan dönthettem. Oké, ez az oldal megvan. Neked elsőre is ez az ending volt? Norpi. Ő addig már kinyitotta közben ezt az alagutat. Van még pénzed? Vagy nem ez az a kiag, ami elveszi mindet? Hát ugye elvettek 45 ezeret? Azt hiszem 45 ezer mínuszba vagyunk. Valahogy így. Úgyhogy van még pénzem, de igen, ez egy pénzéhes kiegészítő. A rónázás miatt. Hánosztok ilyen, tehát mennyi játékot az egyszerre ennyit fejben tartani is nehéz. Hát az a helyzet, elnök úr fia, hogy egy kicsit túlvállaltam magam. De a Witcher-t azt mindenféleképpen azt meg akarom tisztelni egy 100%-os végigjátszással, úgyhogy nem hagyom félbe a dolgot. A Darkest Dungival is akarok haladni. A Zeldát is akarom nyomatni, tudom, hogy ez egy nagyobb volumenű dolog. De azzal is nyilván akarok haladni. A WoW-ot azt így szeretném heti rendszerességgel, ugye? Ja. Hát... Igen. A lövöldözős játékok látták most ennek a kárát. Diablo 4 az mindent tönkretett. Nos, akkor itt és most elválnak útjaim. Fogd el. Szörnyeteknek tartasz? Nem, de csak egy hajszálon múlt, hogy nem bántam veled akként, Jueld. Ha lesz fölösleges baziliszkusz, írhád vagy ördögszarvad, ami jól áron túladnál, keres. Hát 15 XP. Geralt haja tönkretette ott a dolgokat. Na nézzük. Nekünk kell a szereplők rész. Értem a referenciát, az best, hogy ez most így és kiegészítő a pénzéjesség miatt. Na, Quinto. Geralt számos olyan dolgot művelt életében, aminek vajmi kevés köze volt eredeti hivatásához, a szörnyvadászathoz. A borsodik aukciós házának kirablására alkalmas bűnbanda összetoborzása azonban még ezek közül is kitűnt. Az egyik kétes figura, akit a Witcher figyelmébe ajánlottak, Quinto volt. A leghírettebb mackós a Jaruga északi partján.
Quinto rövid úton bizonyította, hogy rászolgált a hírnevére. Egy szál halcsonttal kinyitotta a ketrecet, amiben a Citresi Hans vezette zsoldosok tartották. E bravúr láttán a Witcher számára nem volt kétséges többé, hogy Quinto az a félszerzet, akire a bandájának szüksége van. Hogy igazi művésze szakmájának Quinto az aukciós ház kincstárának páncélajtajánál bizonyította, amit egy szempillantás alatt kinyitott. Az is bebizonyosodott azonban, hogy rohadt kis patkány, aki hírét se hallotta a betyárbecsületnek. Az aukciós ház páncéltermébe vívott harcban a Witcher ellen fordult, és a hibájáért az életével fizetett. Yueld. A fivérek végső leszámolása során Geralt úgy döntött, hogy addigi partnere Yueld mellé áll. Közös erővel legyőzték Horst bérenceit. Yueld azonban a lehető leggaládabb módon fizetett Geralt támogatásáért. Megpróbálta megtartani magának Maximilian házát. Szerencsére a Witcher megőrizte józanságát, és ahelyett, hogy ott helyben megölte volna, kölcsönösen kedvező alkut ajánlott neki. Ezt követően Isten hozzáadott mondtak egymásnak, Yueld beült a családi vagyonba. Geralt pedig tovább járta a Witcherek útját. Azt nézve, hogy itt van-e a másik borsod, ide nincs. Jól van. És akkor most el kell mennünk Olgirdhez. Jó kevés XP-t kaptunk amúgy ezért. Ilyen sokára Radovid. Radovid már nem él. De ők ezt nem tudják. Ne áruljátok el nekik. Lassan terjednek itt a hírek. Megpróbáljuk gyorsan lepattintani, lepasszolni a gíreket. Mutasd az árut. Oké. Tök menő. Foltest, király, állarc. A szamárfül is. Keresek valamit, amit még el tudunk nála adni. 7. 20. Aztán. A fakart se kell nekünk, azt mennyi lehet eladni? 4. Na. Mindjárt vége a szezám tárói küldetésnek. Beszélnünk kell. Csupa fül vagyok, Witcher. Megszereztem neked a borsodi házát. Szeretem az ajándékokat, de egyedül szoktam kibontani őket. Hé, fiúk, vigyázzatok a hordókra, megyek és járok egyet Geralttal. Fakardos végigjátszás, nagyon ott menne? Amúgy igazából kard is lehetne nálam jelenleg. Úgyis varázslunk. De tudom, hogy másra gondolsz. Max Persody's house, as requested. The papers. A papírok, hol vannak? A kincstárba hagytam őket, a házat akartad, hát megkaptad, a tartalmáról nem volt szó. Gyorsan tanulsz, kezdesz ugyanolyan csalafinta lenni, mint Odin. Élvezed, hogy másokból gúnytűzhetsz. Van fogalmad róla, hogy bánik az én társaságom? A magad fajtákkal?
Jogi tanács kell? Úgy fel, szükséged lesz rám. Van egy kontraktusunk, Colgate. Én csak teljesítettem a feltételeit, betű szerint. Nem tetszik? A fenébe is. Válogattad volna meg jobban a szavaidat. Igen, azt kellett volna tennem. Felteszem, megalkult Ernhorsttal. Kár. A rohadt egykora, kurafi. Megállapodtam a testvérével, aki aztán a szart is kiverte hozzból egy aranygyertya tartóval. Ez már valami. Tudtad, hogy Horstnak volt egy fivére? Nehéz lett volna, nem tudom. Jólnak híre volt bizonyos körökben. Miféle körökben? Olyanokban, ahol a nemes lelkű vicserek nem sűrűn forognak. Pénzért ölt, kérdése, és szemrebelés nélkül, de mindig extravagáns módon, ami azt illeti. Ha nem úgy hívják, ahogy talán még meg is invitálom a társaságunkban. Mire kellettek azok a papírok? Hogy tönkretegyem a borsodi családot, természetesen. A fülembe jutott, hogy az öreg Maximilian végakarátának van egy sajátos záradéka. Az áll benne, hogy a fiainak évente egyszer kezet kell rázniuk egymással, Beletellinben. Ennek elmulasztása esetén az aukciós házat el kell árverezni a Wilmerius kórház javára. Az öreg levette, hogy a fiúk nincsenek jóban. El akartam jutatni ezeket a papírokat a megfelelő kezekbe. A borsodi testvérek koldos botra jutottak volna. A kórház megkapta volna az árvák és a nincstelenek ingyenes ellátásához szükséges. Kurvára nem izgatnak a rászorulók, tőlem akár fel is fordulhatnak, a város többi lakójával együtt. Egy dolgot akartam. Bosszút. Mi a baj a borsodi családdal? Kivágtak egy árverésükről? Rosszabb. Elvették az otthonomat. Tényleg érdekel? Persze. A családomnak volt némi adósága. Rossz befektetés egy fűrészmalomban, rossz termés, pervesztés. Ismered a mondást? Ha egyszer esni kezd... Csak pár hét kellett volna, hogy talpra álljunk, de Horst Borsodi megvette az adósságunkat, az egészet, és követelte, hogy azonnal fizessük vissza. Kétleltem, könyörögtem, az ingemet is megszagadtam volna a küszöbén. Olyan voltam, olyan volt, mintha a falnak beszélnék. Elmentem az árveréssel, néztem, hogy azok a pacsulitól bűzlő faszkalapok megveszik apám kardját, anyám halotti maszkját, a bátyám zabláját. Horstnak egy rakás pénzt hoztak az emlékeink. Nem csodálom, hogy meggyűlölted. És ez még csak a kezdet. Irisem szülei tudomást szereztek a családom szorult helyzeténől, és felmondták az eljegyzésünket. Találtak a lányoknak másik kérőt, a tengeren túlról. Úgy éreztem, megörülök dühömben. Elmentem a kocsmába. Ittam egyet, kettőt. Verekedtem, aztán leküldtem még egy korsóval. Aztán a rossz figuráktól kértem segítséget. Mi történt azután? Ami azután történt, Witcher, az maga volt a partalanul áradó szarság. Nos, mit állsz? Mit állsz ott? Akarsz még valamit? A harmadik kívánság, halljam. Egy pillanat, Geralt, van egy kis dolgom, utána beszélünk. Te ott, szedd ki a heringet a hordóból. Gyerünk már, ne vacakoljál!
Kész vagy meghallgatni most már? Vagy még mindig nem érdekel a mondani valóm? Érdekel, figyelek! Jó, visszamegy a gazdájához és elmondott neki a következőt. A követelése pofátlan és mélyen sértő. Az anyatejjel szívtam magamban a vendégbarátság szentségének tiszteletét. Idegen hagy a hozzá hasonló jöttment egy pattogása. Megértetted? Hamarosan személyesen fogom felkeresni, hogy lássa, miért tette a szóból. Menj előre, jelents be! Ne kíméld a lovad. Lovat, érted? Igen, értem. Hagyjatok lovat elé, és engedjétek el! Gyere, Witcher, odakint kell beszélnünk. Az Ophiérik úgy tartják, hogy fontos dolgokról csak a szabad ég alatt lehet beszélni, ahol az istenek a főtanúk. Egy napon megkapod, amit érdemelsz. És ez miért is zavar engem? Nem érzek se félelmet, se megbánást. Az oxenfurti bölcsek szerint istenek sincsenek. A halál után nincs más, csak üresség. Jól ismerem ezt az ürességet, és nem rémít többé a halál. Miért tartottad azt az embert egy hordóban? Az ideúton megpihentünk egy tavernában, ami egy bizonyos Lord Dauntless tulajdona. Azt tettük, amit az ilyen helyeken szokás. Mulatoztunk. Zajosan. Ezek a Dauntlessnek nem tetszett a viselkedésünk. Küldött egy embert azzal, ha még egyszer meglát, felköttet minket. Fegyújtottad a fogadót. Amit a fogadósnál hagytam, bőven fedezi a kárt. A csatorna töltelék, erről a jelek szerint elfelejtett szólni a gazdájának. De ez nem fontos. Ami számít, az az, hogy Kurafinak neveztek és halállal fenyegettek. Az ilyen fenyegetőzést meghívásként szoktam értelmezni. Elfogadom és visszatérek arra a vidékre. A harmadik kívánságot beszélj arról. Úgy te maga biztosak vagyunk. Büszkék, rátermettek és merészek. A harmadik kívánságot, ha kérhetem. Azok a mutációk kiölték az érzéseidet. Mondd, voltál már szerelmes? Már úgy igazán. Még sosem. Számít az neked? Igen. Yeah, I've loved. Can we get to the matter at hand? Mi lenne, ha bemennénk inkább, hogy eldiskuráljunk némi tüzes víz mellett? Majd, ha vége lesz, ha elvégzem a munkát. Az nem fog menni, attól tartok. Ha sikerrel jársz, nekem adj. Ha nem, vissza se jössz. A harmadik kívánság, még mindig várom, hogy kibögd. Nem akacs valaki? Na jó, figyelj. Volt nekem egy feleségem. Az elválásunk napján kapott tőlem egy rózsát. Ibolya színű. Hozzá nekem ezt a virágot. Felismerni nem lesz nehéz, gondolom. Mikor volt ez? Hány évtizede? A virág réges-rég elporlat már. A kívánságomat akartad. Tessék, ez az. Teljesítsd. Most elnézek ez a Dauntlesshez. De az egyik emberemet itt hagyom. Tudni fogja, hogy hol keres. Abban a nem várt esetben, ha sikerrel jársz. Nekem azt mondják, hogy hol keresem az asszonyt. A régi birtokomon. Martin Foley tanyájától keletre. Szerencsét kívánnék, de... Szóval biztos megérted. Még veled, Geralt. Jelenetek egy házasságból. De előtte még megnézzük, hogy a Szezám tárújnál mi volt a vége.
Jó, ez a küldetés nagyon meglepett, mennyire komplex és szomorú. Ja, én nem is, az a helyzet, hogy én nem is emlékeztem arra, hogy a Heart of Stone küldi ilyen, küldik, azok ilyen jól meg vannak csinálva. Nem ment minden a terv szerint, hogy finoman fogalmazzak. Geralt sikeresen betört a kincstárba néhány idegtépő pillanat és nem kevés vérrontás után. Az aukciós ház mélyén rádöbbent, hogy a bűntársa nem más, mint Horst Borsodi rég elvezett fivére, Juald. Juald a testvére kiforgatta az örökségéből, ezért a szemüzetés hosszú évei alatt bosszút forralt, és a Witcher segített neki keresztül vinni ezt a tervet. Juald megölte a bátyját egyetlen tomboló pillanattal, megbosszulva a hosszú évek nyomorúságát és megalázását. A vér még meg se száradt a kezén, amikor segítségért cserébe átnyújtotta Geraltnak az aranyládikát, amit csak Maximilian Borsodi házaként ismertek. De azért előbb még magához vette a benne elrejtett végakaratot. Ezzel a birtokában Geralt teljesíteni tudta Olgierd kívánságát. Szia, Zakika! Jó. Jelenetek egy házasságból. Két kívánságot letudott, és már csak egy állt előtte. Így Geralt visszatért Olgierdhez, ott megkapta a harmadik és egyben utolsó feladatát, amit az előzők nyomtokán haladva a szintén a lehetetlennel volt határos végrehajtani. Olgierd azt akarta, hogy Geralt keresse meg és hozza el azt az ibolya színű rózsát, amit a feleségének adott akkor, mikor legutóbb láttam. Mint hogy ez sok évvel ezelőtt történt és a vágott virágok nem hosszú életükről nevezetesek, a rózsa azóta már biztosan elporladt. De mivel a Geralt már hozzászokott, hogy megtalálja a megtalálhatatlant és megtegye a megtehetetlent, azért csak neki vágott, hogy megtalálja ezt a letűnt korok virágát. Hiányzott a Witcher? Na hát, legalább még egy ember, akinek hiányzott ez a game, ennek örülök, Zakika. Szia, Miss Daisy. Pont most végeztél ezzel a küldetésem, amit ezzel a jelenetek a egyházasságból al. Fok. Azt mondják, hogy fok. Na. Fok. Na, hát akkor ennek örülök, srácok, hogyha hiányzott a vicserító. Long live Radovid! Long live Radovid! Én a Janis esküvős feladatot elsőnek csináltam, és a Borsodi ház megszerzését csináltam utoljára. Jó, egyelőre oda megyünk, és akkor majd a kérdőjeleket később gyűjtjük be. Ó, egy kis Witcher Diablo szünetben a legjobb. Bizony. Hé, hallasz engem? Kendrick, te vagy az? Ne olyan hangosan. Az Istenekre majdnem becsináltam. Ne olyan hangosan, ha mondom. Ez a vajákos köd. Ártófajzatokat rejthet. Felhőcsöket, vagy pótnimfeket. Nem akarod magadra vonni a figyelmüket. Felnőcök, irgalmas melitele anyánk. Mi keresni valójuk azoknak itt? Ha jól emlékszem, itt fogunk szerezni egy olyan itemet, aminek az a neve, hogy ásó. Vagy legalábbis úgy néz ki, mint egy ásó. Ez a rózsás történet engem kiakasztott eléggé. Hát fiss. Én már erre a Max Borsodi ház szerzős szezámtárai küldetésre se emlékeztem.
Erre meg aztán lánelem. Úgy játszom végig, hogy a főjátékot nem fejeztem be, a végső összecsapás még hátra van, közben csinálom ezt a DLC-t és elkezdtem a Blood and Wine-t is. Hoppá! Ki az a Kendrick? A Krennic tábornok a Star Wars-ból. Jó kérdés. Mit keresel te itt? Good question. What are you doing here? Tudja, az úr, Kendrick és én úgy gondoltuk, a kastély sok éve üres, az a sok szép hómi meg pocsékba megyen. Szóval tolvaj vagy. Tolvaj az élőktől lopik a hótaknak, mert nem hiányzik, amit magunkkal viszünk. Kendrick ment, hogy kinyissa az ajtót, én őrködtem. Egyszer csak hallom, hogy széjjel megy a lámpája, aztán semmi. Sírikus, kiáltoztam neki ide? Mi volt ez? Az a felhőcizi, amit emlegettél? Szijjárvesenci. Fű, mekkora kő esett le? Én utána nézek aztán a társadnak is. Fogok itt szobrozni a szed? Jókora birtok ez. Hogy a fenébe találjam meg a rózsát ilyen ködben? Én egy gigászi Witcher haterként nehezen tudom interpretálni ezeket a szép szavakat, amiket írtok a játékra, de a fővadász előadásában még én is élvezem a címet. Komolyan, CD, hát hogy lehet valaki nem szereti a Witcher-t? Friss trágya. Ja, igen, igen, nagyon, nagyon sokat iszunk itt a... Mik ezek? Elixir. Párlat. Igen, a párlatokban. Más az ízlésed. A víz jéghideg, akár egy hegyi forrásé. Gizsgugya! Mit csinálsz te itt egy ilyen helyen? Sic, mielőtt bajod esik. Sírhely itt? Elég kopott. Sűrűn használja valaki. De vajon ki? Valaki gondozza a virágágyás, de íbolya a szín. Rózsa sehol. A fa elkorhat, teljesen. Kaptár, jól karban tartod, de üres. Itt nincs ibolya színrózsa, talán valahol hátul. Egy törött lámpa, és nyomok a földön. Valaki vonszolt erre valamit? Egy testet? Kövesd a nyomokat a földön. Valaki egy sebesültet vonszolt erre. Egy sorú lábbeli nyomai a hátsó kertből indulnak. Cica! Dobbancs innen, cicavarek. Mi ez, valaki ás?
Álkulcs, biztos a másik tolvajé. Willy! Köszi szépen a 49 hónapot. Ott van. Onyx, nagyon jó pergetések vannak itt. Jelöletlen sírok, szépen sorban, mint a virágágyak. Hé, hallasz engem? Még egy tolvaj, durván megcsonkítva. Ki vagy? A haj, ez az az ásó, amit felismertem. És ez egy nagyon fura csávó. Igen. A fene. A gondnok. Hogy micsoda? Fölszedte a jelet a földről? Hát az probléma. Fel tudja szedni a jeleket. Fellowship expands. Praise the sun. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Megaszi Plaze, köszi szépen a támogatásodat. Köszi a két ajándékot. Vajon ilyenkor is megy amúgy a dolog? A diablós két ajándék. Show me what you got. Ja, már megvan? Hílelődik ezekből az emberekből? Nem figyeltem. Akkor jól láttam.
Ezt tetszik. Azt hagyjuk már. Kíváncsi vagyok, hogy ezt így sikerül-e. Or nostrils, deformed organs. Damn thing had no right to be alive. Ez jó, hát ezt tetszett, hogy jó. Jaj. A filozofusok váltig vitatkoznak arról, mit jelent élőnek lenni. Rendes körülmények között letöbbennék, de azok után, amit láttam, nem fog. Kik vagytok? Nyilvánvalóan nem állatok, inkább a család, a barátai. Jaj, hanyás szintű generált? 40 valami, szerintem. Köszi szépen még egyszer Legacy Plays a két ajándékot, és köszi szépen srácok a pergetést is. És még a Street Fighter volt könnyű? Hát na! Jaj. Szemét egy boss volt ez. Nem hagyta, hogy a saját módszereim szerint harcoljak, de mégis találtam rá megoldást. Miféle teremtény volt ez? A cimborátok? Gondoknak neveztük el. Egyetlen általam ismert lényre sem hasonlított. Honnan került ide? Nagyon messziről. Azért idézett meg, hogy Iris ülhölgyére és a házra vigyázzon. Idézetet meg. Mit jelent pontosan az a nagyon messziről? A név semmit sem mondaná neked. Amúgy nem tudom, mit figyeltem, Konix. Így néztem azt, hogy most akkor lent van-e még a jel,
mennyi HP-ja van a csókának. Úgyhogy néz előttem jobbra-balra. Talán nyosak vagytok ti ketten. Szia parfüm kollektor. Miért nem figyelmeztettetek? Meghagyták nekünk, hogy diszkrétek legyünk. Akkor meg miért álltak velem szóba? Hogy miért? Nos, ritkán van alkalmunk a fajtáddal társalogni. És érdekel minket, hogy mi hozott ide. Kevésbé maszatolós választ akarok. Később. Egy ibolya szín rózsát keresek. Olgirdet ismerjük? Persze, de a távozása óta a feleség a ház úrnője. Remek, itthon van Lady von Evreck? Szólnátok neki, hogy látogatója érkezett? Miért akarsz találkozni vele? Az ibolya szín rózsáért jöttem, amit Olgird búcsójándékul adott neki. Iris oda bent van, az emeleti hálóban. Itt ez a kulcs, a hátsó ajtóhoz. Akkor hát kénytelen leszek magamat bejelenteni. A fekete macska és a kutya. Szóval hogy szólítsanak? Ahogy eddig, nem szívesen adjuk ki a nevünket. Ja, 39. Hát akkor a 40-nel közel jártam. Hogy megtalálja az ibolya szín rózsát, amit Olgird a feleségének adott. Az Evreck család elhagyatott birtokára ment Geralt, ahol egy sor különös és szörnyű fajzatot talált. Közéjük tartozott a fekete macska és kutya is. Bár tudtak beszélni, nagyon keveset voltak hajlandók elárulni magukról. Geralt azt feltételezte, hogy egy másik szféra démonai, akiket egy fekete mágiával idéztek, és állati testekbe kötöttek meg, hogy Iris von Evrecket szolgálják. A titokzatos páros segítséget várt Geraltól szabadsága visszaszerzéséhez, de annak sejtelme se volt róla, hogy hogyan szüntesse meg a kötést, ami itt tartja őket. Na várjatok. Igen. Ez majdnem itt maradt. Az ásó. A fegyver. A gondnok ásója. Basszus. A fegyver. Ásolni rád mikor? Fordulj vissza! Azt mondják nekünk, hogy forduljunk vissza. Hát akkor még mélyebbre megyünk. Na, ezt is itt ki tudtuk nyitni. Most már Geralt a gondok, neki kell itt rendet raknia. Azt hittem valami piros van a földön, de nem. Diablo után majd jól lesz Dungeon Siege 3-azni? Ne is mondd, Zakika. Azt még idén végig kell nyomjuk, DS3-at. What the hell? Gotta be careful. Jó lesz vigyázni. Már teszem is le. What the hell was that? Mi a túró volt ez? Jó lesz.
Nem fogunk befosni. Biztos nem. Jézus. Tolvaj, azt mondják. A biztonsági érdemünket letesszük a földre. Azt hiszem abból másztak ki. Aha, ez kulcs kell, ez nem nyílik. Hoppá. Olgird, amilyennek már nem láthattam. Azelőtt más ember volt. Aha, ez így nem működik. Biztonsági érdem, még egyszer. Itt is van egy ajtó. Oké, itt is van valami. Rendezett, és minden tiszta, mintha éppen tálalni készülnének. Ezt az asztalt rendszeresen terítik. Még egy biztonsági érdem. Aha, itt majd följebb lehet menni, ahogy látom. Jó, menjünk itt föl. Nem lehet. Oké, akkor megyünk a másik feljáraton. Miért van ilyen rohadt sötét itt? Oké, ez talán működhet. Láncba. Aha, ez zárva van és nem is nyílik. Hát akkor itt kell felmenni. Aha, és ott van Iris. Minden boldogtalan család. Ja, hogy... A boldogok és néha boldogtalanok? Vagy mire gondol Geralt? Itt minden zárva van. Fire damage. Érdekes, megégett. Hát nem tudom, esélytelen perpél, hogy megtaláljunk valami rózsát. Aha. Oh, rossz irány. Szóval Iris itt van fönt. Állítólag. Aha, nem gyanús. Biztos, egy cseppet sem. Ez az ajtó is zárva van. Lidérc. Oké. Okay.
Ez meg az meg tölti a HP-ját. Hát ez amúgy menő volt. Na. Hát ez kamó. Adjuk már. Oké, most meg már teli van a HP-ja. Mi a túró volt ez? Na most megkeressük. GG-n ezt a fejtet, hogy 20-szor próbáltam. Uh-huh. Na ez, hát ellene pont az írben volt amúgy jó. Meglehetősen gyakran a lidérc egy tárgyhoz kötődik. Olyasmihez, amihez életében is szoros kapcsolat fűztem. Vagy egy helyhez, mint amilyen a halálának helyszíne. Mindkét esetben ugyanazzal az okozati tényezővel állunk szemben. Erős érzelmi kötelék, amiből a lidérc az erejét meríti. Köszi, köszi srácok. Az elhagyatott Von Evreg birtokon járva Geralt a házat kísértő nő szellemére bukkant. A nyugtalan szellem tökéletesen uralta a ház berendezését, különösen a falakon függő festményeket. Szabadon mozgott a vásznak között, belépett az egyikbe, kilépett a másikból. Először próbált ráijeszteni Geraltra, hogy adja fel a keresést, aztán amikor nyilvánvalóvá lett, hogy ez a stratégia nem működik, közvetlenül megtámadta. Geralt ilyen igen kemény harcot vívott a lidérccel, mert azt a harag hajtotta, és heves agresszióval záporozta rá támadásait. Geráltnak villámsebesen kellett mozognia, hogy háríthassa a csapásait, ideje se volt, hogy szusszanjon, vagy saját maga lendüljön támadásba. Mi több a lidérc szoros köteléket alakított ki a körülötte levő festményekkel, és amíg a Witcher el nem vágta ezeket, állandóan visszanyerte elvesztett erejét. A festmény lidérc fölött aratott győzelem kulcsa az volt, hogy a támadásainak hárítására kellett összpontosítani, és csak elszórtan támadni, pont a megfelelő pillanatban. Bármilyen hadonászó támadása, halálos ellencsapás jött, megtorlásul. Igen, ez már az új Lair Zophyr. Igen, igen. Ez érdekes volt, ez a küldi. Nagyon érdekes eddig ez a ház. A hálószoba. Irisnak itt kéne lennie. Ott van. Vizsgáld át az ágy maradványait. Ott a portré. Ott a portréjuk.
Szevasz, Ben. Szevasztok, srácok. Ő lesz az. A fenem. Látni akartad? Hát, tessék. Az ember vigyázzon, mit kíván. Könnyen csalódás érheti. Ezzel a vicc akar lenni? Miért nem mondtátok rögtön, hogy halott? Nem kérdezted. És hogy nem temettétek el? Mi nem tudjuk. A gondoknak pedig, akit legyőztél, még életében megparancsolta, hogy tartsa magát távol tőlem. Így szoktál kinézni másnaposan? Ilyen asszaltan játszint. Az nem jó. Használni kell egy kis bőrápolót. Miért segítesz nekem? The deeper I get into this, the more I gotta wonder. Why are you even helping me? Azért idéztünk meg, hogy Iris von Ebreket szolgáljuk. Az úrnök hallott, mi mégsem lettünk szabadok. Értem. El akarjátok hagyni ezt a helyet, és ezeket a testeket. Furcsálod? Nem, a legkevésbé sem. Hogyan halt meg? Nem látok rajta sebet, és harcnak sincs nyoma. Megszakadt a szívem. Mit értesz ez alatt? Infarktust? Nem, megszakadt a szívem. Ezzel ne akarj megetetni. Pedig pontosan így történt. Iris egy napon bezárta az ajtót, aztán lefeküdt ide, és meghalt. A bánat és a magány nyölte meg. Miből táplálkozik Iris dühe? Lady von Ebreknek nem volt könnyű élete. Nem fogadott vendégeket, és nem szívlelte az idegeneket. Nem hall minket. Beszélnem kell Iris szellemével. Nem lesz könnyű szót értened az úrnővel. A lelke csupa harag és keserűség. Megvannak a módszereim, hogy kapcsolatba lépessek vele, el kell temetnem. De a gondok herci kis temetője nem lesz jó. Túl sok a vér és a rettenet a földjében. Az ön szívesen időzött az előkertben. Ránézek. Várj, itt ez a kulcs. A bejárati ajtót nyitja. Jó kutya. Szevasztok közben, skacok. Nyilván szeretett itt üldögélni, de sírhelynek nem az igazi. Túl közel van a házhoz. Iris von Ebrek imádta a virágokat, de soha nem akarná elpusztítani őket. Ez megfelelő hely. Igen, szeretett festeni. Volt Irisnak végakarata? Rendelkezett arról, hogy hol akar megnyugodni? Félt a haláltól. Aggódott, hogy nem lesz, aki eltemessé, és méltóképp elbúcsúztassa. Akkor hát nekem kell megtennem. Tehetséges festő volt, azt mondjuk. Can't say much about Iris von Ebreck, but I do know I like her paintings. It's a shame. Kár, hogy nem talált több örömet bennük. Időnként a sors összekuszálja az utunkat, és az élet fárasztóvá válik, nehezen elviselhetővé. A végtisztesség és az örök nyugodalom pedig mindenkit megillet.
Van valami mondandótok? You two, got any last words for your mistress? We don't partake in human rituals. Trusting that what you've done, hogy amit teszel, összhangban van a helyi szokásokkal. Oda tesszük a vázlatfizetet. Your name's inscribed in this sketchbook. Perhaps you'd like it to be buried with you. Ó, basszus. Azt hittem, hogy mindkettőt oda lehet rakni. Ez van. Próbáljuk megidézni. A teste megtért a földben. Most idézzük meg a szellemet. Tormented spirit, I've laid your bones to rest. Forget your wrath, forget your grief. Show yourself. Mutatkozz meg, haragvó szellem. Ó, igen. Bocsáss meg, hogy kiragadtalak a világodból, de meg kell kérdeznem. Az volt a házuk. Should I follow you? All right. Wow. What is this place? A festett világ. Iris művel. Hogyan kerültetek bele ti ketten? Egyszerre létezünk mindkét világban. Na, jó fejlődést akkor a druidával benn. Tervezek-e valamikor még Izsák streamet? Hát... Szegény Izsák. Nagyon, nagyon pórul bánok az Izsákkal az a helyzet Kutikin. De az még biztos, hogy lesz Izsákozás. Hogy mikor, az egy nagyon jó kérdés. De a menetrend az, ami így biztosan segít ebben. Ennyit tudok így egyelőre mondani. De a héten nincs betervezve. Mesélj még erről a helyről. Strange place. One born of Iris. Iris álmaiból született. Életében csak ő benne létezett, halálával pedig anyagias volt. Szép mese, meg kell adni, bár nehezen hihető. Mégis sokkal eliszed, én is résen leszel, mert a festett világ tele van veszedelmekkel. Hová lett Iris? Alright, this is lovely and all, but where's Iris? You awoke her, but for a moment. Csak egy pillanatra riadt fel, hogy beszéles vele. Teljesen fel kell ébresztened. Sure, but jó, de hogyan? You're a tracker. Nyomkereső vagy, nem? Láttam, hogyan vizsgálódsz odakint. Yeah, so. Igen, és? Ez a megvadukult és fájó emlékek világa, olyan pillanatoké, amiket az úrnak hasztalan próbál elfeledni. Keresd meg őket, és fújd le róluk a port. Idézd meg a rémségeket, amik Iris nyomasztják, és számolj le velük. Könnyű azt mondani. Egy pillanat közben. Itt lehet szerezni egy achievementet, úgyhogy erre rámozdulunk. Erre rámozdulunk, hogy meg tudjuk csinálni.
egy pillanat türelmet. Eket kérem. Jó. Elvileg, amit ki lehet hagyni, az közvetlenül előttem van. Van kérdés a feleségem. De miért nem mozognak? Ezek csak emlékek. Betöredezett és homályos. Közelebb kell menned, hogy felelevenítsd. Annyit még megnézünk, hogy megvan-e nekem ez az achievement. Hogy megszereztem-e. Valami rém álom. Nincs. Alom meg álom van, akkor ez itt nincs. Nézem, hogy itt megvan-e az az ikon. De nem látom, úgyhogy ez valószínűleg rejtett achievement. Mindjárt átmegyünk a globál achievementekre, mert ott még a rejtetteket is meg lehet nézni. Legalább az, hogy mi a nevem. Rém. Rém álmok kurátora. Aha. Na, azt kell megszerezzük most. Egy készlet arabiai délutáni teázáshoz, vagy reggelihez. Tehát az ő kezében nem a teáskanna kell. És nem is oda kell a teáskanna. A pusztaság szelleme. Rongyosra olvasták. Fejet kéne végrehajtani, már ember. Mondd el nemes faj, vaj, miért prédálja kéjjel? Mit örökül kapott, de őrizni nem mer. Az ígéret földjét így szaggatod széjjel? Hidegszívű fívért üldöz rútól, gyarapszik a gazdag, a nincs telen éhes. Ki aranyban dúskál, ki szegégyen búsul, majd ezrében lázad, s rokont ölni sem rest. Szavaim gyümölcsét víz megízlelitek, zabáljátok igém, kíméletlen gazok. Kegyetlen agyarral faltátok-e földet, bűneitek mérgével átjárva vacog. Áldász felleget hoz az Isten haragja, közeleg a megtisztító vihar napja. Az ember egyfel nem ébredt talány, hernyú bábjával, bábja nyálfonál, növekszik és egyre vár, kavargó vad ég alatt. Ébresztő fénycsugarat lel, s új szárnyon röppen el. Neked evers hozzon fényt, legyen a szíved vidám, hisz e szárnyas tiszta lény, rúthernyó volt egykor, slám. Haladó hús fogjaként te kigyógyulásra vársz, könyörögve ég felé, emesében lelj reményt. Ez volt a szellem a húsztaságból. Na hát, valószínűleg ezt olvasta Olgird. Perfect match. Na de akkor. Ennis az udvarán dolgozott a képen, igen. Aha, és még ott is van valami. Festékpaletta. A teáskanna nem odavaló. Akkor ide a festékpaletta kell.
We should get a dog. Kellene egy kutya, és egy macska még jobb lenne. Esős időben a kutya a lábamnál hever majd, a macska meg a gombolyagommal játszik a kandalló előtt. Mit szólsz hozzám? Figyelsz egyáltalán? Ne haragudj, drágám, belefeledkeztem a könyvbe. Ennyire lebilincselő volna? Mi? Ó, igen, a végletekig. Tudod miért? Menjünk be. Miért? Olyan szép idekint. A madarak dalolnak, a méhek dongnak, akár a békesség maga. Sajnálom, drágám, én szédülök. Bemegyek. Te maradj csak. Nem tudunk meditálni. Ó, visszatöltödött, jól van. Köszi, hogy bekukkantattál, Miss Daisy. Szia, szia. Na, úgy néz ki, hogy egyel meg vagyunk. Jesus. Ők itt ilyen pók kísértetek? Ja, néztem, hogy mitől csökkent a HP-m, de megoldódott szerencsére. Another memory. Egy újabb emlék, még egy virágcsokor. Szóval nem a virágcsokrot kell neki odaadni. Egy menyegzői fátyol. Hoppá! Még van itt egy pohár is. Akkor simán lehet, hogy ide bizony a pohár kell. Egészségedre, asszonykám, és a tiédre, jó uram. Az én házamban kenyérrel és sóval köszöntik az új házasokat, de legalább kettesben vagyunk. I need none but you. Oh, if only this moment could last forever. Bár csak örökké tartana ez a pillanat. Meglátom, mit tehetek, de gyere csak, nézd meg az új otthonunkat. Szívesen, de tudom, milyen botán hangzik mégis. Ez a ház olyan sokáig üresen állt én meg. Tudom, tudom. Rettegsz a pókoktól. Összesöpörtem és visszakísértem a kertbe mindet. Az én lovagom. Mindenre gondol. Mi egy az achievementet? Hát az, hogy megcsinálod ott azt a festményes emléket. A többi kötelező, de a festményes az kihagyható.
medallion to me. Na medallion ez? A wraith? No, a nightmare. Lidérznyomás. Kikristályosodott félelem. Szembe kell nézned velem. Nagyon para ez a küldi. Mi a bálom a múltról? Fogadjunk, hogy ez sem teljes. Bűséges lakomam, a vendégek lenyűgözésére. Ezüst lánc, igazi gyöngyök, jó drága baba lehetett. És egy kicsit különbözik a képtől. Ott ültek, és itt meg világított két gyertya. Ezek égtek a festményen, de van más is. Akkor jó. Drágám, minden rendben? Annyira sápat vagy és olyan törődött. Minden a legnagyobb rendben, de beszéljünk inkább rólatok. Annyira örülök, hogy itt vagytok. Nagyanya és nagyapa miért nincs veletek? Why didn't Grandmama and Grandpapa come? It's a long. Az út hosszú és megerőltető. A sár. Még mindig nem akarnak látni, ugye? És ez mi? Elhoztuk Iris pár holmiát, a kedvenc fésűjét, a gyerekkori babáját, és ez itt a tiéd. Adós levelek. Rendeztük a tartozásaidat, kifizettünk mindent, hogy ne maradjon szégyenben a család. Olyan jó, hogy a mama és papa gondolt rám. Olgird. Belátod most már, miféle ez az ember? Én előre megmondtam neked. Egy korály tahó, aki úton elokkal mulatja az időt. Hogy nem félsz egy fedél alatt élni egy ilyen rongy emberrel? Ajaj. Na gyere! So let's follow him. Not you again. Megint te. Don't like this place. Nekem se tetszik. Szívesen mennék tovább, Gerál, de hát ez a feladatunk. The bed chamber. A hálószoba. Mosdótál. Vérfoltok vannak rajta. Hálóing használatlan, azt hiszem. Nem a hálóing kell neki oda. A véres törölköző.
had some on the towel. Wick's almost gone. És egy kis olaj. What time is it? Mennyi? Hány óra? Későre jár, aludj csak. Nézd, ilyen a dolgozószobában voltál, ahogy elnézlek. És mi ez ott a kezeden? Semmi, csak bepiszkolódott egy kicsit. Az vér? Csak nem vágtad meg magad? Tinta, leveleket írtam. Oxfordba kell mennem hamarosan. Van kedved velem jönni? Ó, az csodás lenne, egy közös kiruccanás jó tenne mindkettőnknek. Meg is beszéltük, hamarosan. Ha nem most lefekszem, alig állok a lábamon. Én nem tudok aludni ezután, semmiképp. Gyere csak, befejezem a portrédat. Újabb elmosódott emlék. Gyümölcsös tán. Algirdet festette meg, de a részletek nem stimmelnek. A kis asztalról hiányzik valami. Goblet, like the one in the painting. A kis asztal pont úgy kell kinézni, mint a festményen. Ja, akkor jó. Tehát... bal oldalt szőlő, hátul kehely, előtte meg a nem tudom mi. Na. Alma jobb oldalt. This goes here. Szőlő bal oldalt. Fits, I think. És a kehely pedig középen. Maybe on this side. Finally, just like the picture. Akár a festményen. Mosolyog kicsit szélesebben. Így. Mosolyt kértem, nem vicsort. Még mindig nem jó, csinálj úgy, mint akkor, amikor a papa áldását adta a frigyünkre. Kérlek. Használhatatlan vagy. Érzem, hogy rág valami. Van egy kis dolgom, ami nem várhat. Megint. Algird, úgy volt, hogy nem titkolózunk egymás előtt. Megfogadtuk. Bocsáss meg, de erről nem akarok beszélni. Algird. Algird. Még az ajtót is rám csukták. Nyomok egy mentést, mert már rég volt. Na hát ez. Egy eleset szerintem. Van Evrek mester dolgozó szobája. Kitásta bele magát a misztikus tudományokba. Ott egy pentagram rögtön. Pentagrams here to bind summoned beings. Lines aren't all clear though. Need chalk to fix them, then I can set out the candles.
Világok között titkok kapuja. Egy okkultista könyvtára. Mind a ma lények közül, mik a külső szférákat benépesítik, az embertől legtávolabb az elementál szellemek állnak. Saját akaratok s értelmök vala, de nem olyféle, mint a nékünk embereknek. Embereknek ezokból indítékaikat, szándékaikat kitudni fölöttébb bajos. Ja, értem. Jó, Dájna, köszi szépen a 3 hónapot! Gratulál az újabb budgethez, és srácok, peregjenek a szvegek Jó Dájnának. Mi újság, hogy mint arra felé. Még azok is tudják pergetni, akik nem feliratkozók. Az elementál szellemek között legrangosabb dzsinnekkel különösképp nehéz szót érteni. Erre csak a varázslat oly mesterei képesek, kik eművészetben magukat esztendők s veszélyes kísérletek során elgyakorolták. A dzsinneket ők sem megzabolázni szokták, csupán oly tettekre szorítani, miket azok saját jószántukból el nem végeznének. Stammelford mágusról beszélik. Ahogy a hegyet mi ablakán a kilátást korlátozta, egy Dawnval odébb vitette volt, de még ő se akadt oly dzsinre, mi munkájában segítkezni, vagy néki megszívelendő tanácsot adni tudott volna, mert a lénye készjárása teljességgel idegen a miénktől. Sok Diablo közt félszemű kivicserc témán. Hát, ezzel is kellene haladnunk, úgyhogy... Érthető. Érthető. És most már félre tudom tenni így. Ennyi idő után. Majdnem 2 hét után. Kicsi pihenő tudok mondani a Diablónak. Tehát gyertya és kréta kell. Vérpaktumok, avagy a másvilági jövevényekről. Egy démon időzésről szóló könyv. Nem csekély kockázaties jövevényt a maga honából e virágba híni. Legyen bátor éteri szellem, vagy arra alkalmas testben megkötött értelem. Mindenek felett szabadulni vágyik. S ha sikerrel jár, a pusztításának vége hossza nincs. Jövevényt idézni azokból csak olyas bűvkörbe szabad, minéki minden pányvánál erősebb ökötés. A kör úgy jó, ha teljes és töretlen. Míg rovod, meg nem remeked krétát markoló kezed, s mert elég egy rossz lépés, mire óvatlanságod vagy amma fajzatnak ármánya készthet, hogy megtörd, s veszve légy, ívétnek és égő méfiasz gyertyáknak sorával megerősíteni. Ilyes bűvkör bezárva a másvilági fajzat benned semmi nő kárt nem tehet. Elég nyomasztó lehetett az a hely telentám. Vér, fogadok, hogy valami varázslathoz kellett. Kréta. Csak. Fekete mágia. That should do it. Now for the candles. Én a csúcsaiba teszem. What about this? Not even a fizzle. Akkor a csúcsaiba és a körre. Maybe this? Hát kívülre kellett, nem? Nope. Botched it, I guess. Hát akkor a körre. How about this? Come back! We must talk! Go away. I wish to be alone. Hát ugye azt mondták, hogy kívülre kell rakni. Leave me be. Hagyj békén, háborítatlanul szeretek dolgozni. Azt itt nyomatja a szellemidézést. Ne haragudj, asszony, de itt
pentagramokat kell rajzolnom a földre. Jesus. Milyen varázslatot használjak még a fenébe is? Már mindent végig próbáltam. Fel akarom mondani a paktumunkat. Megidézlek. Ördög, vigyel. Tűz van, ide gyorsan! A lángok! El kell folytani őket! Hát erre nem számítottam, azt mondja. Zárva. Amíg apu démont idéz, addig anyu tejbegrészt főz. A francba egy kurva hóvihar kellős közepébe. Mentetéket kell találnom odabent. Algin nem engedte be őket, halálra fagytak. Mindjárt halunk. Rektáció. Geralt nem vette fel a sálat meg a sapkát. Nem tudom mi ez, amit nem vettünk észre. Újra megpróbáljuk. Na. Például arra is lehet menni. Oké, ez úgy néz ki, hogy ez az az út, amin járnunk kell. Ott van Iris. Elfogyott az utolsó cseppig. Aha, igen. Fekete párducos póló van rajtam. Egy késvérrel borítva. Olkéd azon a télen szerezte a forradásokat a vállára. Bükre? Egy sörös krigli, de vodka volt benne. Házassági szerződés Iris és Olgird között. Aludírott Iris és Olgird megállapodnak abban, hogy egymás iránti elkötelezettségüknek házassági szerződéssel adnak nyomatékot, melyben meghatározzák közös életük szabályait. E dokumentum révén az istenek színe előtt és minden szentségükre fogadjuk tehát, hogy holtunk napjáig. Kölcsönös tiszteletet tanúsítunk egymás iránt, és közös akarattal döntünk a kettőnket érintő vitás kérdésekben. Elválnak útjaink, csak a mai ingó és ingatlan vagyont visszük magunkkal, amit a házasságba magunkkal hoztunk. A házas felek jogosultak ezen felül megtartani mind a ma ajándékokat is, amiket házasságuk tartalma alatt egymástól kapnak. A házas felek szabadon rendelkezhetnek a jövedelmük azon részével, mely a közös tulajdon fenntartásának a közösen viselt költségén felül rendelkezésükre áll.
Nem, nem, ez Black Panther-ös póló. Na. Szóval ő tartja a házassági szerződést. Ő pedig a bögrét. Megállapodtunk továbbá, hogy megadod Irisnek a tiszteletet, ami kijár neki. Kéréseit teljesíted, a tanácsait megfogadod. Ezen felül... Félre tájra, apus! A türelmem nem végtelen. Örömmel. Iris kívánságára a házasságotokat érvénytelennek nyilvánítom. Azt ígérted, velem maradsz, míg a halál el nem választ. És be is tartottam. Az Olgird, akihez hozzámentem, nincs többé. Az adott szókötelékét nem ilyen könnyű eloldani. Higgy nekem. Itt kell maradnod. Örökre. Elég. Te itt nem parancsolsz, hanem... Szolgák, vigyétek a hullát és vessétek a vadaknak. Az komoly. Az komoly. Olgér egy kicsit bekattant. Megölett a felesége. Apját. Aztán Von Everick megszűnt embernek lenni, de még mindig szerette a feleségét. Nem. Csak emlékezett rá, hogy szeretnie kell. Hoppá! Találtunk egy pipát is. Emlékszem, sok időt töltöttünk itt együtt hármasban. Csendben. Megyünk a helyünkre, ahol akkor voltunk. Te intézd a többit. Állati szőr. Haromnyomok. Tál. Tányér, aminek az ott neve, tényér. Ott a gondnok. A gondok kezébe adjuk a tányért ott. Think this was yours. Single place setting. No others on the table. Még a cicusnak kell valami. Valami nem smakkol. For soup maybe. There we go. You actually ate from these bowls? Ti ettetek ezekből? Dehogy, nem vagyunk állatok, mint már említettem. De a gondok mindig kirakta őket nekünk, parancs szerint. Újabb rémségek. Könyörögtem, hogy hagyd abba. Erre a kettőre végképp semmi szükség. Egy kutya meg egy macska társaságnak. Ez téged véd. A maza házra vigyáz. Történjék bármi. Volt idő, mikor tudni akartam, mi ütött beléd. Azt reméltem, hogy segíthetek rajtad. De már egy cseppet sem érdekel, mit gondolsz, vagy érzel. Én semmit nem érzek. Ahogy én se tudom, gyűlöllek-e még. Menj, Olgird. Ne is lássalak.
Olgér nem értette meg, hogy képtelenek leszünk pótolni őt. A létezése melyik árnyékot vet Iris úrnő összes emlékére? Majdnem elértük az út végét. Mi van ott? Iris von Everett legnagyobb félelme. Közben megkaptuk a rémálmok kurátora achievement. Úgyhogy sikerült megtalálni az összes rémálmot. Azt írja. Teremtsd újra Iris minden rémálmát a festett világban. Már csak 19 achievement hiányzik. Legdrágább feleségem, Olgir levele Irisnek. Bár tudnám úgy forgatni a szót, mint a kardot. Különösen most, hogy a szívemben jeges üresség lakik. Látom, hogy nézel rám, írtózol tőlem. Ezen nem változtathatok, de bántani nem akarlak többet. Ezzel a levéllel és rócsával búcsúzom. Éj sok egészségben, és csak szép napjainkra emlékezz. Oké. De jól néz ki amúgy ez a jelenet. Ó, Gér, halló. Iris legnagyobb félelme. Az egyiknek fájt. Ez lett már soha nem volt itt, ez valószínűleg vánsatol. Ez valószínűleg vánsatol. Aha.
Na majd mindjárt kérdezek, srácok. Okay. Amikor nagy a túlerő. Achievement. Ez micsoda? Hason. Egyszerre támadnak ránk, és le kell győzni mindet. You have returned. You're not him. Te nem is vagy ő. Wait. Már beszélnünk kell. Nem, itt nem lehet. Sajnálom, összetévesztettelek valakivel. Olgirddel? Azt hiszem visszajön. Hozzám. Mi vagy te? Szellem? Illúzió? A bánat vagyok. Találkoztunk már. Nem voltál önmagad, és láttalak az emlékeidben is. Találkoztunk volna? Nem rémlik. Rossz álmok gyötörnek. Ez minden, amit tudok. Jaj. Köszi szépen a 4 hónapot, Neutron. Köszi, köszi, és köszi szépen a pergetés, srácok. Hát ez nagyon menő volt ez a fight. Nagyon menő volt ez a fight. Az a helyzet, hogyha nem lett volna ez az alternatív írdenjel, akkor valószínűleg nehezebb lett volna az egész. De így, hogy volt, így azért egy kicsit könnyebb volt a helyzet. Szóval úgy felingereltük Iris minden rémálmát, hogy egyszerre támadtak ránk. És legyőztük mindet. Ezt hogy nem szerezhette meg annó? Azt nem vágom. Ezt meg lehet csinálni úgy is, hogy nem ölünk meg mindenkit. És uram, szia élőlény. Nem ingerelted fel őket egyszerre. Ja. Ja, értem. Ja, valószínűleg amiatt ingereltük fel mindet egyszerre, mert ugye az Irden fölébresztett mindenkit. Aha. Ja, hát így világos. Egy világos. Na hát akkor még egy achievement. Tök jó. És ez amúgy mennyire ritka. Szóval gyorsan lecsekkoljuk. Ja, 2,3%.
Hát igen, ez a 4 hónap, ez csak az előfizetés, Neutron. Igen, igen. Köszi szépen. Minden szuper egyébként. Na volt a Street Fighter-ezés a Witcher előtt. Jaja. Az igazi mészáros. Ölj meg 10 ellenfelet az RDL használatával a mélybe taszítás. Igen, azt majd meg kell csinálni. Illetve 50 humanoidat is meg kell ölnünk úgy, hogy headshotot adunk neki. Azt is majd meg kell csináljuk. A headshotot, meg az árdal lökést. Az igazi mészáros nagyacsi. Igen? Az micsoda? Nyugodtan elmondhatjátok. Witcher achievement. Mi ez a jel? Ez egy... murder, ez a gyakorlatilag 20 tehenet kell megölni. Murder. Ez amúgy nekem jobban tetszik az angol. Nyilván ezt nehéz átfordítani magyarra, de a murder lenne az. Ja? Na ne szívas. Ne szívas! Van egy olyan titkos achievement a Blood and Wine-ba, hogy valakit crossbow-val kell meglőni, megölni. Ahogy látom, ez a murder amúgy a Heart of Stone-ba jött be. Mószáros. Jaj. Na jól van. Jaj, bakker. A rózsáért jöttem, amit Olgirtől kaptál. I've come for the violet rose Olgirt gave you. Azon a napon, amikor utoljára találkoztunk, kiszállítottam és a hálószobámban tartottam, az ágyunk mellett. Csak feküdtem és ott bámultam, míg porrá nem lett, ahogy én magam, nem sokkal utóbb. Szóval a rózsa már az enyészeté. Ezen a világon nem? Nézd! Eltemetted a testemet, és a virág újból kihajtott. Én pedig mély, sötét álomba zuhantam, csak most ébredtem meg, akár a gyönyörű rózsám. Mikor a síromra tetted a vázlatfüzetet, eszembe jutott, hogy hogyan rajzoltam meg a férjem arcát. Ó, mondd, hogy van Olgird, egészséges, jól megy a sora? Hát ezek alapján akkor volt hatásod az, hogy mit tettünk a sírjára. Mert amúgy nem a vázlatfüzetet tettem volna, hogyha tudom, hogy választani kell. A férjednek van egy nagyhatalmú ellensége. A férjed... 3 tárgyat lehet? Ó, bakker, csak kettő. Átkozom a napot, amikor először hallottam. Ki ő és hogy folyt bele az életetekben? Az én hibám volt. Olgird az én kedvemért idézte meg az üvegást. És az én hibám az is, hogy bőséget, majd örök életet kívánt mindkettőnknek. De Olgir ki fogott Odimán, igaz? Mondd kérlek, hogy van a férjem? Szóval 3 tárgyat lehetett a sírjára rakni. Lehetett a képet, ezt, meg a vázlatfüzetet, meg még mit lehetett oda tenni? Ornamental brush, sketchbook, or the painting to put on Iris' grave.
Ó. Akkor én ezt a ecsetet nem találtam meg. Az hol volt? A brush az a fésű, akkor összekevertem. Ó, a fésű az ott volt azon a helyen, ahol a festmény volt, ahol, ahol az opcionális emléket kellett visszaállítani. Ja, a fésű. Ja, az kimaradt. Bakker. Ja, hát ott nem néztünk körül. Azt mondja, hogy Olgir nem érdemel tőled aggodalmat. Úgy tesz, mintha boldog lenne, de nem az. Olgir jól van. A férjed egyre nyersebb érzésekre szomjazik. Kísérti a sorsot, mert a szíve mélyén boldogtalan. A szíve kőből van, tehát semmi sem változott. Ki mondta? Ki mondta? Heart of Stone. És említett engem Olgird? Mit mondott rólam? Nem sokat, de nem is ez volt a témánk. Azért küldött, hogy elvigyem neki a rózsát. A rózsát csak az maradt nekem belőle. A búcsú ajándéka. Mondja Délülény a rózsával kapcsolatos érdekességet. A rózsa nem csak emlék, ugye? Got a feeling the rose is important to you, more than a memento. I remember so. Alig emlékszem valamire, de ha a rózsámra gondolok, eszembe jutnak a régi idők. Nagyon fura Geralt haja. A világ megelevenedik körülöttem, én pedig rányitom a szemem és felidézem a dolgok nevét. Eszembe jut, ki vagyok és ki voltam egykor. Egy barátomnak volt hasonló esetem. Erős érzelmek kötnek a rózsához, amiket mi vicserek tűknek nevezünk. Azok tartanak az élők világában. Mint egy lepkét valami bokárgyűjteményben. Szörnyű. Őszinte leszek, ha elfogadom a rózsát, megszűnhetsz létezni a világgal együtt, amit magadnak alkottál. És mi lesz azután? Vége lesz a szenvedésnek és a keserűségnek. Nem lesz más, csak az üresség. Nem tudom. Nem akarok több szenvedést, de félek a hidegtől és az ürességtől. Amin túl, nincs már semmi. És akkor most kell dönteni. Hát akkor elkérjük tőle a rózsát. I need the rose. Will you give it to me? It's so fragile. Annyira törékeny. Nézd, hogy bíborlik a szirmok pereme, ahogy aznap, mikor megkaptam. Egy dolog hiányzik csak. A harmadcsepp, ami legördült a levélen, mikor a rózsát a kezembe vettem. Vagy vércsepp volt, mert megszúrt egy tüskem? Nem emlékszem. Tudod, sosem olvastam el Olgird levelét. Nem éreztem szükségét. És a virágot sem tartottam meg, amit nekem hagyott. Úgy döntöttem, hogy odaadom neked a rózsát.
Szolgálatunk véget ért. Köszönjük idegen, hogy visszaadtad a szabadságunkat. Mire távoznánk, néhány jó tanács. Óvakodj attól, akit üvegesnek neveznek. Az útjába állsz, a halálnál is rosszabb sors vár rád. Egyetlen reményed az üveg, ami sosem törik. Törhetetlen üveg. Még veled. Nem felejtelek el, Iris. Többé már nem számít. Még áldjon. Az üveg, ami sosem törik. A fekete macska és gugya. Hoppá. Olgierd elhagyott a rezidenciáját, néhai felesége Iris szelleme kísértette, vagy pontosabban a szúnyadó szelleméből kisugárgozó, halálos kísértetek. Geraltnak számos akadályt kellett legyőznie, mielőtt végre felébresztette Iris kísértetét gyötrelmes álmából, hogy beszélhessen vele az ibolyaszín rózsáról. Miután megtette, átkelt a kísértet képzeletének világán, hogy megszerezze a mélyen eltemetett emlékeket, és legyőzze Iris félelmeinek megtestesüléseit. Röviden, ez volt Geralt egyik legszokatlanabb kalandja. A végén hősünk kijutott a képzeletbeli világból egy nagyon is valódi rózsával a kezében, készen arra, hogy elvigye Olgiernek kívánsága teljesüléséül. Mi volt a rózsa megszerzésének ára? Iris von Everek végleges elmúlása. Ha megadjuk a rózsát, akkor annyi történik, hogy ugye a kutyus és a cicus várja, hogy jön majd valaki, aki felszabadítja őket, és Iris újra mély álomba merül. És egy képet talál arról, ahogy Iris a rózsát tartja, és azt viszi el Olgiernek. Most egy rózsánk van, amúgy meg egy képünk lett volna a rózsáról. Ha nem veszed el a rózsát Iris-től, akkor a képen látható lesz, és a Geralt ki fogja vágni a képből, és elviszi Olgiernek. Ó! Tök jó. Tök jó. Később Iris von Everek emlékeit járva Geralt megtudta, hogy a túlvilági kutyát és macskát Olgierd idézte meg, hogy a távol létében felesége társai legyenek, hogy a dolog működni fog, csak egy külszívű alak hihette. A két lény hű maradt Irishez azután is, hogy az meghalt és bosszúálló szellemmé vált, de szeretni sose szerették őt, és közömbösek voltak a sorsa iránt. Az együttérzés alapvetően idegen volt a természetüktől. A furcsa kutya-macska páros végül visszanyerte régáhított szabadságát, mikor Iris átadta az izbolyaszín rózsát Geraltnak és megszűnt létezni. Miután úrnőjük eltávozott, a kutya és a macska szolgálata véget ért. Így visszatérettek maguk szférájába. Mindjárt megnézzük a fésűt, Parfüm Collector. Mindjárt megnézzük. Ami érdekes, mert abban az esetben Geralt olyan lett volna, mint Odin. Teljesítette, de mivel nem volt pontos a kívánság, a saját útján tette. Ja, és az a helyzet, hogy ezt egyébként megtettük Odinmal. Megtettük, hiszed a
borsodi házat is, csak a házat vittük el, a benne levő tartalmat nem. És abban akkor pontosan azt tettük, amit egyébként Odin is tett velem. Mert hogy nem volt pontos a kívánság. Amikor Geralt felkereste Olgirdet, hogy megismerje a harmadik és egyben utolsó kívánságát, megtudtam, hogy a nyers és garázda a banda vezér egykor házas volt. Egy ponton elhagyta feleségét, és egy ipolya színű rózsát hagyott nála a búcsú ajándék gyanánt. Geralt feladata az volt, hogy megkeresse ezt a rózsát a Von Everek elhagyatott udvarházában. Odaérve rádöbbent, hogy a birtokot kísértő gonosz szellem Orgird felesége, Iris, akit a magány ölt meg évekkel korábban. Dühhelye és lelkifordulása mostanra tisztátlan energiával telítette egykori otthonát. Geralt meglelte Iris maradványait és eltemette őt az udvarház kertjében. Cselekedeteit az embersége mellett józan számítás vezérelte. Tudta, hogy ezen a módon megengesztelheti a haragvó szellemet, aki az ibolya szín rózsa nyomára vezetheti. A temetése során a megbékelt Iris megmutatkozott Geraltnak és magával vitte egy olyan világba, mely csak az ő elméjében létezett. Ez a festett világ volt emlékeinek és félelmeinek hona, melyekkel Geralt kénytelen volt szembenézni. Iris először a boldog napokat idézte fel, amiket Olgirddel töltött. Emlékei azonban egyre sötétebbekké váltak, és még a naposabbakat is bajlós ágy lengte körül. Baljós. A nyugtalanító érzés, hogy valami rettenetes következik. Iris érzékeny asszony volt. Figyelmét nem kerülték el férje viselkedésének apró változásai, de hiányzott belőle a bátorság ahhoz, hogy okukat firtassa. Mikor Olgird szíve kővé dermedt, szörnyeteg lett belőle. Iris írtozott attól, amivé a férje változott, de lelke mélyén továbbra is szerette őt. A pár egészen addig együtt maradt, míg Olgird véget nem vetett kínjainak, és el nem hagyta feleségét. Iris soha nem tudott megbékélni a történetekkel, sőt, még arra se tudta rávenni magát, hogy férje búcsú levelét elolvassa. Az ibolya színrózsát azonban, melyet búcsójándékul kapott, megtartotta. Így vált az a lelkét emésztő vágy és szerelem jelképévé. Mikor meghalt, érzései a világ fogjává tették, és további szenvedésre kárhoztatták. A Witcher beavatkozása segített Irisnek megbékélni azzal, ami vele és a férjével történt. Mikor Geralt a rózsát kérte tőle, Iris tétovaság nélkül átadta neki, tudván, hogy a gesztussal nem csak fájdalmának vett véget, hanem puszta létezésének is. A fő történet szál vége az, hogy Ciri az Empress élőlény. Nem tudom amúgy, hogy hol van az a hely. Mondjuk még hátulra lehet menni, nem? Ja. Átra lehet menni. És meg tudjuk nézni a fésűt. Ezt szerettem volna endingnek, aha. Hogy Emir lesz a császár, és Ciri pedig az Empress, és Geralt Yennefer-rel elvonul. Ott volt a fésű, még világított is, igen. A festménynél volt, nem itt? Ja, jól van, akkor visszamegyek. Elsőnek olyan endinget nyomtam, hogy Ciri Witcher lett. De a bad endinget azt nem láttam. Nézd meg. Nem tudom amúgy, hogy hol a fésű alapból. Én a Radovid gyilkosságot akartam megcsinálni, de nem maradtam róla, nem tudtam, hogy kötelező Filippa után nyomozni, és
nyomozni neki, és utólag már nem elérhető. Én azt megcsináltam. A Radovidos gyilkosság és a Dijkstra megölés az, az egy nagyon jó küldetés sorozat volt. Az nagyon klassz volt. Nem, nem ott lehet megtalálni, mert ugye... Na várjál, mindjárt megnézem, hogy mit mondanak. Brás. Na. Kertéker, a kertékeres résznél van. És azt mondják, hogy a gazebónál van. A gazebó pedig az meg, mit tudom én, itt van valahol, nem? Gazebó, az akkor itt van? Nem tudom, hogy hol van. Valahol itt kéne lenni. Vagy már lehet, hogy nincs itt egyébként. Ja, nem, itt van. Ja, itt van. A díszes fésű. Hát eddig nem jöttem el. Francba. Pedig mekkora királyság lett volna már, hogyha minden megvan. Először én is a Witcher-es endinget kaptam, azt igazából sokkal könnyebb, mint az Empress-t. Az Empress-esnél sok mindent meg kell csinálni. Ja. Ja. Hát ebben nem szabad elfelejteni, hogy el kell menni a császárhoz. Amikor elindulunk az útnak. Pluszba, mindenkit, aki csak lehetett a Witcher 2-es mentés importálása nélkül, beszerveztem a Kaer Morhen védésre. Úgyhogy király volt az a temetés. A Vezemires temetés. Hát innen balra kell menjünk. Ja, a létó kimaradt. Jaja. Miatta, tehát hogy ő kimaradt, meg a hozzátartozó küldetés is, ami... hogy is hívják? Hol volt? Hol lett volna? Velen itt valahol. Hársvölgyben, ja. Ezt nem tudtam, nem tudtam, hogy az importálással küldetés is jön, azt hittem, hogy csak plusz dialógus. Plusz dialógus is jön, de nem csak annyira a mentéssel. Úgyhogy sajna arról lemaradtam. Na hát, skacok. Ennyi lett volna már a vicserezés. Haladtunk, aminek én nagyon örülök. Sikerült megcsinálni a Szezám tárójas küldetést, pontosabban befejezni, valamint ezt a Jelenetek a házasságból című küldit is. Ami azért nagyon király, mert még van egy-két küldetésünk, amit így meg kéne csinálnunk, ilyen mellékküldetés. Szám szerint 1, 2, 3, 4, 5. Jól számolok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6 mellékküldetésünk van, amit még meg kell ott csináljunk. És egyetlen egy főküldetés. Egyetlen egy főküldetés van. Tehát nagy valószínűséggel a következő streamben mellékküldiket csinálunk, és megpróbálom hosszúra tervezni a következő vicserezést, és befejezni a játékot. Befejezni a játékot mellékküldetésekkel, gyűjtögetéssel, kérdőjel felfedezéssel, és végül a főküldetés befejezésével.
Látjátok, még van egy jócskán kérdőjel. És még vannak mellékküldetések is. De a kimint veti, az lesz az utolsó, amit a kiegészítőben megcsinálunk. Úgyhogy már várom a következő Heart of Stone-os streamet. Remélem, hogy ti is.